palotájában vagyunk, ahol ma egy több szempontból is különleges rendezvényen vehettek részt a vendégeink. Egyik különlegesség az, hogy ez a Gita Jayanti ünnepség egy évben csak egyszer kerül megrendezésre, mert ez a Bhagavad Gita elbeszélésének az ünnepe. Ez India egyik legősibb szentírása, és ebből meg tudjuk érteni az ősi filozófiát, mindent, amit ezzel kapcsolatban tudni kell. A másik szempont, ami miatt nagyon különleges, hogy általában ezt a hívők összegyűlnek, és ez egy ilyen kis bensőséges program szokott lenni, de mivel Sivaram Swami vlogjai és különféle tanításai már olyan népszerűek a Facebookon, akkor arra gondoltunk, hogy az ott jelenlévő érdeklődőknek, az ő követőinek is meghirdetjük ezt a programot, hogy eljöhessenek és belekóstolhassanak ebbe a rendezvénybe. És nagyon sokan nagyon lelkesen jelentkeztek, úgyhogy nagyon örülünk, mert pont épp befértünk a terembe. És hát ők, nekik ez egy, biztos, hogy egy különleges élmény volt, mert így ebben tudták ezt a szentírást elolvasni, és egy kis tűzceremóniával van ez kísérve, ami egy ilyen különleges áldozat. Ezt a tűzceremóniát jagjának neveznek, vagy tűzáldozatnak. Ugye tűz képviseli Istent, Krisnát, és mantrákkal meghívjunk tűzbe Krisnát, és ugye a tűz szállítja a felajánlásokat, mantra ez a cím, és akkor Krisnának rakjunk ugye valami felajánlásit a mi szintüken, és az átviszi címzetre Istennek. Ugye a fő lényege, hogy mindenki, aki részt veszi egy ilyen tűz ceremónián, ő tisztol, aki mantrákat énekel, ajánlatot végez, vagy aki csak látja a tűz áldozatot, az is tisztol. Ez nagyon-nagyon tiszta és kedvező mindenki számára, végül ember boldog lehet. Itt a fő élmény, amit vendégek kapnak én szempontomból, amellett, hogy persze olvastak Bhagavad Gita-ból egy jó részt, hogy társulnak józan emberekkel. Társulnak vajsnavokkal, társulnak azokkal, akik tudják a válaszokat életnek a kérdéseire és életnek a problémáira. És hogy tud valaki önmegvalósult lenni. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert ők is látják, még hogyha van, amikor nem is látnak egyet velünk, de ők is látják a különbséget, az, amit itt hallanak, és akivel itt társulnak, és akik kint társulnak. És idővel még azok, akik nem is látnak egyet, ők jönnek aztán vissza. Szóval egy nagyon nagy élmény, és próbálunk majd több és több ilyen csinálni is majd a jövőbe, hogy adni ezt a szaduszangát az embereknek. Így lelkileg is, és testileg is biztos, hogy elégedetten mennek haza, legalábbis nagyon reméljük, és reméljük, hogy jövőre pedig még többen leszünk. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.